Na helló srácok, üdvözlet mindenkinek innen a kormány mögül. Úgy döntöttem, hogy ma elviszlek benneteket magammal, elmegyünk zenélni, és közben elmesélem nektek a pályafutásom második felvonását. Ugye ott hagytuk abba, hogy volt ez a DJ tehetségkutató verseny, amit hát talán a szerencsének köszönhetően megnyertem. És akkor ugye az lett az egyik nyeremény, azon kívül, hogy remek lemezeket lehetett nyerni, meg akkoriban még kazettát is nyertem, de az volt a fődíj, hogy itt egy várossal arrébb, Gyulán, hát nem is tudom már mi volt annak a diszkónak a neve, hát nem egy jó hírű szórakozó hely volt, ott rezidens szerepet tölthettem volna be, de ezt nem vállaltam el, sem azért, mert hogy egy településsel arrébb volt, és akkor még hát kicsi voltam, javában takonnya lettem a zsíros kenyeret, sem autó, sem semmi nem állt rendelkezésre, se technika, se semmi az ég egy adta világon. Így azt skippeltem, és hát erről lemondtam. Viszont ennek kapcsán bekerültem az itteni egyik ilyen rendezvény szervező irodához, Frankó produkciós iroda, ha mond valakinek valamit mond, ha nem, nem, mindegy, oda bekerültem. Hát ott ilyen igazi csicska szerepet töltöttem be, jegyet árultam, akkor még ment a Frankó Dance, de bekerülhettem a backstage mögé, amikor a fesztivál ment, és megnézhettem, hogy hogy csinálják a nagyok, és még a színpad mellé is állhattam egy kicsit, és nézhettem. Ezt hamar feladtam, mert igazából se eleje, se vége nem volt, egyetlen egy hangosítást ott megcsináltam Frankó Attilának, a Békés Csabai Tesco előtt osztogatott a szegényeknek és rászorulóknak kenyeret, meg talán babgulyást, és akkor ide kellett zene. Oda kiraktunk két hangfalat, meg egy erősítőt, és ezt én megcsináltam. Ez volt ott a legnagyobb pályafutás, karrier, na mindegy. Utána talán volt egy kis pihenő, úgy nem alakult semmi, viszont elkerültem dolgozni. És amikor elkerültem melóba, akkor elkezdett pénz folyni befelé, amit ugye én rögvest tudtam, hogy arra fogom fordítani, hogy én ebből technikát fogok vásárolni. És akkoriban már volt DJ bőrze, és mindig bújtam, nézegettem, hogy mit lehet venni, és egyszer csak felbukkant kettő darab CDG 200-as lejátszó. Egy, hát nem olyan, itt tudom én, 20 ezerrel olcsóbban, mint amik akkoriban amennyiért mentek. Palika barátomnak szóltam, Palika, ülünk vonatra, fizetem a vonatjegyedet, mindent, menjünk föl, vegyük meg. Palika jó baráthoz méltóan, ült is velem vonatra, emlékszem, még vittük magunkkal a kis 486-os laptopot, hát akkoriban már javában a P4-esek mentek, mikor ez történt, és 486-os laptopot, és hallgattuk a Júlia nem akar a földön járni DJ Magic Remixben, a kis vonatunkon. Na mindegy, ez csak egy ilyen mellékes volt. Azt hiszem, hogy a Nyugatinál találkoztunk a sráccal, de az is egy ilyen kacifántos sztori volt, mert ugye megbeszéltük előző nap, anyám telefonjáról írtam neki, hogy menni fogok akkor a lejátszóért, mit tudom én, 10 órakor találkozzunk a Nyugatinál. Mi oda is értünk, talán, tudom én, 9 órára, srác sehol. Jó, hívogatom, nagy nehezen felveszi, sőt nem is lehet, hogy SMS-t írtunk. Fene se tudja már, mindegy, nagy nehezen megtaláltuk a kontaktot egymással, és mondja, hát, hogy ő azt hitte, hogy én csak hülyéskedek, ő nem is jött fel Pestre. Nem szórakozol, itt vagyok fönt a Nyugatiban. Jó, semmi gond, ő a Balatonnál lakik, de akkor feljön. Hát nyilván az egy pár óra,
várakozást jelentett számunkra, se baj, hát jó társaságban gyorsan repül az idő. Megjött a srác, hozta a kis lejátszókat, és ott szembesültem vele, hogy ezek amerikai szabványos lejátszók, így hát 110 voltról működnek, de hát ezt korábban elfelejtette a srác közölni, meg hát amatőr is voltam, nem is kérdeztem. Igazából jóformán semmit nem kérdeztem meg a lejátszóról, úgy örültem, hogy van rá pénzem és meg tudom venni. Ki se tudtuk próbálni, hanem a vasútállomás kellős közepén vettem meg tőle, viszont még abból az árból is alkuttam talán 10.000 forintot, mert hogy nem közölte, hogy az 110 voltos. Így azt hiszem, hogy anno ez 2007-ben történt, 2007 elején, 2007-ben 170.000 forintért, azt hiszem 170 vagy 190 vagy valamelyik vettem meg a két darab 200-ast. De egyébként patika állapotban volt, tényleg nem sokat mehetett, de ennyit nyugja volt, hogy 110 voltosak voltak, de volt hozzá két darab átalakító, amivel bedugtott, összekor működött. Oké. Okay. Akkor örültünk, mint majom a farkának. Mondtam Palikának erre a remekbe szabott üzletre, bemegyünk itt a Mekibe is, eszünk valamit. És a Mekibe láttam a konnektort a falon, megkérdeztem ott az egyik nénit, hogy kipróbálhatjuk-e a 200.000 forintért vásárolt lejátszót így lutriba. Az hatalmas nagy lutriba, hogy gyerekek, gondoljatok bele, hogyha nem működik. A srác addigra már hol volt? Sehol. Én meg ott álltam volna a szar lejátszom, akkor még nem is értettem hozzá. Meg se tudtam volna javítani. Meg hát akkoriban akkor a 200-as technika még elég újnak számított, szóval még akkor nem volt úgy, mint most, hogy minden bokorba találsz hozzá alkatrészt. Na mindegy. Megvolt a téma, hazajöttünk, nagy örömre, berúgtunk, mert hogy megvettük a lejátszókat, végre van lejátszom. Végül ugyanakkor még keverőm nem volt. És talán akkor Misi barátomtól kértem kölcsön a DX626-os Behringer keverőjét, és otthon összeraktam a szobába, és nagyon örültem neki, hogy van ez a cucc. Aztán azt már nem igazán tudom, hogy hogy jött Körös Tarcsáról egy felkérés. Ja, Karaj cimborám, Károlyi Laci cimborám zenélt a nagyablakosba, és nem volt technika, és hogy nem megtudták, hogy nekem van, amúgy azt még nem tudom a mai napig se, hogy tudták meg, na mindegy, megtudták. De sőt, még akkor én nem is voltam Károlyi Lacival akkor jóban. Akkor nem is, igaz. A tulaj hívott föl, az meg lehet, hogy Olin keresztül, tudták meg, hogy nekem van cuccom, mindegy, jöttek, hogy nekik kell bérbe lejátszó, de ez, mit tudom, én megvettem a lejátszót rá két hétre. És alig mertem odaadni, kézzel írtunk ilyen szerződést, gyári számok, meg minden, már nem is tudom, hogy mennyiért adhattam oda, mindegy, örültem neki, hogy visszakerült egybe, és amikor visszahozták a lejátszót, akkor megkérdezték, hogy nem-e akarok menni zenélni, mert aki most ott zenél, az még csak most kezdi, és hát ugye én is akkoriban még kezdő voltam, de hát én nem mondtam, hogy persze, hogy ne, hát én van lejátszom, a mindenem tudok menni. Igen ám, de egy DX626-os keverővel nem állhatsz ki, ráadásul akkor az a keverő már hibás volt. Azt hiszem, hogy egyetlen egy csatornája volt normálisan működőképes, a többi az recseget ropogott, de otthonra tök jó volt gyakorolni. Jó, akkor nagy nehezen valahogy összekoldultam, hogy vettem egy azt a 700-as, DX700, azt hiszem az volt, ez a szürke 600-asra hajazó keverő volt, és akkor azt megvettem, akkoriban talán ilyen 50 pár ezer forintért, és akkor már úgy megvolt a szett. El is mentem zenélni, az első alkalommal tök jó volt, Kusler Dávid barátom vitt, hát gondoljatok bele, egy vadidegen hely, ilyen 18-19 éves lehettem, vadidegen hely, eddig még csak ilyen
retro fényekkel foglalkoztunk, meg ilyen szírszarokkal tényleg. Ott meg bementem egy komplett diszkóba, ott láttam életemben először Dezelectric Cerebellum Digi Joy, azt hiszem az volt, igen, Digi Joy fényvezérlőpult volt, hát világomat nem tudtam, azt se tudtam, hogy hogy kell bekapcsolni. Appá, gyerekek, bocsássatok meg! Azt se tudtam, hogy hogy kell bekapcsolni, akkor ugye ott volt Karaj, Károly Laci, Karaj, és mi ez a tőt sötétség a Tesco parkolóban? Ezt valaki árulja már meg. Olyan sötét van a Tesco parkolóban, hogy gyertyafény mellett kell recskázni. Hogy mit, ekkora izé van? Rezsi démon? Vagy most mi történik? Hát itt valakit egyszer el fognak ütni. Na mindegy. És ott volt Karaj, ő tudta, megmutatta, és ott láttam életemben először ilyen okos fényeket. Akkor ott azt hiszem volt 8 darab szkenner. Azt hiszem valami Vénusz, vagy hát ezt már nem tudom, Karaj, nézed a videót, vagy Török Tomi, te, ha nézed a videót, mondd el, hogy milyen szkennerek voltak a nagy ablakosban, mert sőt, lehet, hogy nem is Karaj mutatta, hanem te mutattad nekem, Tomi, hogy hogy működnek ezek a dolgok, úgyhogy Tomi, te biztos nézed, úgyhogy tudni fogod, úgyhogy légy, írd le a komment szekcióba, hogy ott milyen szkennerek voltak. Azt hiszem 6 vagy 8, de az is lehet, hogy 10 talán ott elől is volt, de se tudja már. Na mindegy. És úgy képzeljétek el, hogy az első estén a vadonatúj keverőmbe én magam beleborítottam egy üveg sört. Fel volt rakva a DJ pultra így egy sör. Egy másikkal meg kocintani akartak, én elengedtem az én sörömet, a srác meg kocintott, és így beborult a vadonatúj. Hát egy, akkor bontottam ki keverőmbe, beborult a pia, aztán az a keverő utána már soha nem is lett jó, utána az már mindig ilyen, hát ilyen fosok voltak a potjai, recseget, ropogott, de lehúztam vele, azt hiszem, lehúztam vele talán 2 évet, de majd erre visszatérek mindjárt, hogy miért is lett az lecserélve. Hát azért lett lecserélve, mert hogy szar volt, de mit szél ez a cipő? Halljátok? Kurva anyja. Na mindegy. Ott lenyomtam, azt hiszem másfél vagy egy vagy másfél évet a nagy ablakosba, de igazából még ott is csak ilyen hát, ugattam a szakmát. Ott izgultam be rá, hogy én akarok magamnak saját hangtechnikát, és akkor építettem az akkori csajomnak a testvére, az asztalos volt, és csinált nekem kurva jó hangfal dobozokat. Mai napig bánom, hogy eladtam azokat, mert rohadt jók voltak. És akkor volt még az MNC-nek normális minőségű hangszórója, akkor abból megvettem a legdrágábbat, az ilyen rendes, öntött, alukosaras, normális, csévével, minden, az tényleg már-már a hangszóró kategóriát súrolta, és mellé raktam 2 700 forintos piezót, és örültem, mint majom a faszának. Egyébként egész jól szólt ez a cucc, volt mellé egy Onkyo végfokom, aztán azt hajtottam otthon. Azzal még azért úgy nem lehetett megjelenni sehol, mert ugye egy épített hangfal az egy doboz, kis műanyag füleivel se fölfogatni, nem tud semmi, az ilyen otthonra jó volt, beállítottam a sarokba, szubnak használtam, a szoba 4 sarkában 4-4 hifi hangfal leszűrve szigorúan kondikkal, mert akkor még hangváltó nem volt, és a mélyeket meg úgy szűrtem le, 2-30 centis MNC mélyről van szó, azt meg úgy szűrtem le, hogy volt egy házi mozi, és a házi mozinak volt mély kimenete. És akkor az összes jel, ami kijött a keverőből, azt beküldtem ebbe a házi mozi cuccba. És a szub kimenetét azt beküldtem egy, azt hiszem, milyen végfok is lehetett az? Az is valami hifi végfok volt. Elhallgass, van te.
Grundig végfok volt. Na, azzal hajtottam a szubokat, és hifi toronyról meghajtottam ugye a négy topot, egy ajva hifi toronyról. És akkor várjatok már, tegyelek már ide. És akkor így volt a négy top, meg a két szub. Tegye el a blokkot. Ez kertes házban volt. A szomszédok annyira utáltak, hogy ott mindenki, de így sok-sok házzal arrébb utáltak, mert akkor gyerek voltam, és kurvára nem érdekelt semmi. És mit foglalkoztam én vele, hogy ezért szólnak. Üvöltettem, de úgy, higgyétek el, hogy úgy szólt a cucc, olyan mocskos hangosan, hogy fizikai fájdalmat okozott. Gondoljátok be, egy kis szobába berakva négy hangfal a sarokba, kettő mély be a sarokba, hogy valahogy jól is sikerült az akusztika, meg hangos is volt, meg minden, mint a pusztula. Na, ez csak kitekintés volt a hangfal témára. Lenyomtam ott a nagyobb lakosban, ugye azt az egy-másfél évet, és persze, hogy a só üssére. És aztán ott volt egy kis cink, most nem nevezem meg, hogy kivel volt a cink, de vele mindenütt cink volt. És hát ő egy tipikus olyan DJ, akit igazándiból nem szabad sehova beengedni, mert akkor már neked többet nem kell menni. Mindegy, nem nevezzük nevén a jó emberkét. Úgyis magára ismer, hogyha magára ismer, ha meg nem, akkor meg szopjunk kutyát. Na! És ott hagytam akkor a nagy ablakost, de ugyanazon településen belül egy szórakozó helyről arrébb már meg is kerestek, hogy nem mennék át hozzájuk. Mondom, tesó, dehogy nem. Ja, de vártok, még a nagyobb lakoshoz hozzá tartozik, hogy ugye jogdíjat kell fizetni ahhoz, hogy diszkózhassá. Hát akkoriban nem mertem elmenni jogdíj nélkül, mert hogy hát hogy is mennék el, és akkor amikor megvettem a keverőt, akkor utána egyből kellett jogdíjat is fizetnem, de ez év vége volt, azt hiszem, hogy október vagy november, és én kénytelen voltam kifizetni az egész évi jogdíjat, és akkor az súlyos valami 70 vagy 90 ezer forint volt, és igen, akkor azt hiszem egy kis adósságba is vertem magam. Csak a pufinlek várhatod. Tudjátok. Na mindegy, de muszáj volt jogosítani. És onnantól már hivatalosan is DJ-nek érezhettem magam. Ám bármint szoktam nektek mondani, nekem semmiféle papírom, vizsgám nincs arról, nincs OSK-s vizsgám, semmim nincs. Csak az a kis tudás, amit megszereztem magamnak. És itt ragadnám meg az alkalmat, hogy elmondjam, hogy én nem tartom magam semmilyen sztár DJ-nek, semmi nagy szám. Ütöm a szintet, amit kell, megcsinálom, de ezen kívül, szóval, hogy nehogy azt higgyétek, hogy én itt sztárolom magamat, egyáltalán nem. Én szerényen elmondom a kis véleményemet, éppen tudom, amit tudni kell, és ennyi. Nekem ez bőven elég, hogy nem pusztítom le a táncteret, ha odaengednek valahova. Ez már nekem egy bizonyíték arra, hogy ezt kell csinálni. Jó. Oké, és egy utcával arrébb volt az Öreg Halász nevezetű hely. Az Öreg Halász, hát, hogy is mondjam nektek, hogy jóval szerényebb adottságokkal rendelkezett, és akkor talán szépen mondtam. De aztán hogy az idők során az is kikupálódott, és oda is kerültek aztán szkennerek, ilyen nagyon gagyi anonim szken. Úgy képzeljétek el, hogy amikor oda kerültem, akkor volt négy darab Gary Joy topláda, talán 12 szolos, gondolhatjátok mennyi mély volt abban, az ég egyet a világon semennyi. Olyan szinten nem volt mély, hogy még közép mély se. Hát nincs benne, hát hogy 12 szóba nem tud kijönni, kész, nincs, az topláda. Volt négy darab napágyú, és ennyi. Se több, se kevesebb.
bocsássatok meg. Reggel értem haza Pestről, és iszonyatosan fáradt vagyok. Majd arról is lesz videó, hogy ott mi volt. Egy rohadt jó helyszín volt, egy hegynek a gyomrába voltunk, egy kúriába. Nagyon kemény volt. Na mindegy, visszatérve, hogy amikor oda kerültem, a négy topládával zenéltünk, és ráadásul az is olyan volt, hogyha picit erősebben szóltál a mikrofonba, lekapcsolt a légfok, és akkor várni kellett egy 3-4-5 másodpercet, és aztán visszajött a hang. Aztán telt múlt the time, megismerkedtem ott két, illetve egy ikerpárra, nem mondhatom, hogy két ikerpárra, mert csak egyel. Megismerkedtem egy ikerpárra, Gyaraki Jánossal és Gyaraki Gergővel, hatalmas fószerek, hatalmas figurák. Ők is ilyen fiatal DJ-k voltak, elég jó stílussal, akkoriban ők az akkori új hullámot meglovagolták, én meg így valamiért felültem erre a retro vonatra, nem tudom, hogy miért erőltettem, fenne se tudja talán. Akkor volt egy váltás, hogy az akkori hands up zenék 140 BPM-ről így visszaestek 125-re, és akkor ment a So Many Time, meg a My, meg ezek a lassabb, és akkor egy hatalmas nagy stílusváltás volt, amit én nem tudtam elfogadni, mert én bele voltam betegedve a hands up zenébe, meg a dong bass kótogásba, meg a csőhang, meg a tököm tudja, és akkor nem tudtam erre az új hullámra rá hangolódni, viszont az ikrek ezt nagyon jól csinálták, és akkor kitaláltuk azt, hogy osszuk fel az estét, játszanak ők is egy kicsit, játszanak én is egy kicsit, játszok én is egy kicsit, és akkor így ki lett elégítve a közönség, bár meg kell, hogy mondjam, ha most kéne állást foglalnom, ők sikeresebbek voltak, mint én, bár akkoriban én azt gondoltam, hogy ez nem így van, de idő kell, hogy beláss az ember, én akkor azt hittem, hogy nagyon jó DJ vagyok, de még akkor sem voltam megfelelő képesítéssel ellátva. Ott lehúztam azt hiszem 5 évet, hát elég piti pénzért, szóval hát mondhatom azt, hogy fél évig kellett talán diszkózni, hogy összejöjjön a jogdíj, mert jó, az erős túlzás, de nagyon sokat kellett diszkózni ahhoz, hogy összejön a jogdíjra való, és mindig nyüglődtem a pénz miatt, ugye körös tartsa, átjárni, jött prézli velem mindig. Emlékszem, ott volt egy vendégház, vagy vendégszoba rész kialakítva, hát egy fűtetlen, egy ágy volt benne, egy konvektorral, ami szerintem soha büdös életben nem működött, de ellenben volt bent egy kályha. És hát mindig ott csumáról szarásig ittuk magunkat prézlivel, állandóan. Volt, hogy péntek, szombat diszkóztunk, haza se jöttünk, ott aludtunk a gányba, hidegbe, télen, kabátba, takaró, három takaró, meg ott az egy sötét része volt ennek a szakmának, pályafutásnak, de igazándiból szép emlékként emlékszek vissza rá, mert iszonyatosan sokat nevettünk. És ez szerintem nagyon fontos. Volt sok szar is benne, de nagyon-nagyon sokat nevettünk Prézlivel. Prézli például ott ismerte meg a mostani feleségét. Akkor hát, ja, most ezekben ilyen csajozás témákban nem mennék bele, mert biztos nézi a feleségem, és aztán az, amelyek azt szétveri a fejemet. Úgyhogy ebben most így nem mennék bele. Hát igen, emlékszem, mikor matton próbáltuk begyújtani Prézlivel a egy szem kis kályhát, ami ráadásul nem is abban a helyiségben volt, ahol aludtunk, hanem egyel arrébb, de viszont ha jó időben begyújtottál, akkor akár még meleg is lehetett. Na hát mi nem jó időben gyújtottunk be, hanem akkor próbáltuk már ezt abszolválni, mikor hát vége lett a bulinak, és bementünk, emlékszem, hogy a utolsó budipapírt is bedobtuk ma a kájába, meg mindent csak sikerüljön, de nem sikerült. Hát
semmi közünk nem volt akkor a begyújtáshoz sem. Aztán szépen fejlődött ott a hely, vettek két Geri mélyládát. Az kurva jó mélyláda volt, annak ha megtudnám a típusát, biztos, hogy vennék még olyat. Olyan könnyű volt, akkoriban jött ez a neodímium téma be. Hát akkor még az olyan volt, mint egy csoda, hogy egy kézzel fel lehetett emelni a mélyládát, és majdnem akkora volt a mélyláda, mint maga ez a Geri Joy mélyláda, szóval elég pici. Akkor azokat hajtottuk, én vettem magamnak akkor már egy Sound King A1200-as erősítőt, ami ahhoz képest, hogy Sound King egy egész becsületes torai trafóval, meg jó végfokkal ellátott kis végfok volt, 2x500 watt azt hiszem. Akkor az ottani tulajjal egyszer elmentünk Pestre, és valami nagyon szarér húgyér vettünk 8 darab ilyen anonim szkennert, valami ilyesmi, ilyen kis hosszúkás. Múltkor éppen beszéltem itt az egyik sráccal, Veszprém, vagy hova valós is, vagy az ország másik fele, hogy ő tudta, hogy milyen szkennerekről beszélek. Olyan, hogy gobó szín egy tárcsán egybe, itt volt benne 8 szín, kb. Egy ekkora kis vezérlő volt hozzá, volt rajta 8 program, az cső, azt nyomkodtad, meg volt egy blackout. És igen, azokat felraktuk, és azon még képzeljétek el, hogy jackes volt a DMX jel, és ott láttam életemben először dip kapcsolót egy ilyen gépen, és fogalmam se volt, hogy mit kell ott kapcsolgatni, nagy nehezen. Valahogy elképzelésem nincs, hogy sikerült összehozni, de működött mindegyik. Persze mind ugyanazt csinálta, szóval, hogy minden kapcsolót ugyanoda állítottunk, és akkor mind ugyanazt csinálta. Akkor már volt rendes hang, volt rendes fény, csak ezeknek a szkennereknek az volt a baj, hogy állandóan kiégett benne az izzó, és egy ilyen izzó akkoriban volt 2500 forint, és én mondjuk kerestem 10 000-et egyesre, szóval gondolhatjátok, hogy nem volt egy jó árérték arány ez az izzó, és akkor én behűltem, elkezdtem veszegetni ilyen régi mindenféle aligátor, meg ilyen szutyok diszkófényeket, akkor felaggattam, ott volt ilyen Traverse, házi készítésű Traverse, felaggattam, volt vagy 10 diszkófényen, mindenféle, amit el tudtok kézzel, amit a DJ Börzén szaré úgy én meg tudtam venni, mindent felaggattam rá, és akkor már ment a füstbe, minden volt ott, minden. Akkor szereztem egy villanymotort, azt nem mondom el, hogy hogyan. Szereztem egy 2,2 kW-os villanymotort, DJ Börzén találtam egy fószert, aki árult egy animációs lézert, egy RGY, tehát zöld, piros és sárga színnel bíró lézert, valami 20 000 forintért, de csere is érdekelte. Megkérdeztem, mire érdekli a csere, mondja, hogyha van villanymotorom, egyfázisú, arra elcseréli. Ó, tesó, hát nekem most lett egy, szereztem, nálam maradt. Akkor megszereztem életem első lézerét, az tudott ilyen mindenféle sirályokat, meg repülőt, meg mindent rajzolni. A maga a galvó része az tök jó volt, meg maga a program része, persze nem volt DMX-es, meg ilyen kis picike volt az egész, de akkoriban elég erősnek számított az. Akkor még ezek a Big Tangok mentek. Ha valakinek ismerős az a lézer, Big Tang, az volt a neve. Hát buta egy lézer volt, zöld szín, tudott, viszont elég erős volt. Na és akkor azt is felaggattam. Akkor ugye, amit láttatok, hogy én saját magamnak készítettem lézert, azt is felaggattam. Tényleg ott az, most sajnem csúnyát mondtam, de ott minden lógott föntről. Na és akkor, közben nem kések-e? Ó, nem királyság. És igen, ott eltelt jó pár év, és a nagyablakos, és ez a hely, ez párhuzamosan ment, a nagyablakosba meg bekerült Szegedi Tomi, és itt jön a képbe Szegedi Tomi, meg az én barátságom. És képzeljétek el, attól függetlenül, hogy mi konkurens diszkóba zenéltünk, sokszor együtt mentünk át Köröstalcsára, és
Tomi nem sajnálta tőlem még a zenéket sem, és talán itt kezdtem utolérni saját magamat is, meg magát az akkori stílust is, hogy Tomi felzárkóztatott engem azáltal, hogy kaptam tőle zenéket. Meg akkor itt elmentünk Csabán a pocokba együtt zenélni, akkor ott hallottam is, de hol ismerkedtem meg én Szegedi Tomival? Tomi, hol ismerkedtünk meg? Nem tudom megmondani, hogy hol ismerkedtünk még. Hol találkoztunk mi először? Ezt nem tudom megmondani. Na mindegy, és egymás konkurenciái voltunk, aztán hogy nem a nagyablakos valamiért bezárt, biztos Tomi rosszabb volt, mint én. Nem igaz, ez sem igaz, Tomi jobb volt, mint én. És átjött ő is hozzánk, meghívtuk vendégnek, akkor zenélt ott. De szerintem egy olyan egy-másfél évet biztos, hogy ment a két hely együtt. Hát igen, ám csak Tomi sokkal okosabb volt, mint én, meg a mi helyünknek a tulajai, és ő mindig rendezett valamit. Hol lézershow volt, hol happarti, hol ez, hol az, nálunk még mindig mi volt? Kobi. Ki az a Kobi? Egy nagy lófasz, senki. Kutyát nem érdekli, mindig megvolt egy törzs közönségünk, megvolt egyébként. Ott nagyon jó barátságok szövődtek egyébként azon a helyen. És még mai napig, pedig ennek már szerintem lassan 2008 körül. Hát jó. 12-3 éve. És még a mai napig szép emlékekkel gondolok vissza azokra az időkre. Ott is nagyon-nagyon sokat nevettünk, ott az ottani közönséggel. Ott egy kis baráti kör alakult ki, ott a vendégek, mindegyiknek tudtam, hogy mi a kedvence, tudtam, hogy hol lakik, mindent tudtam. Ők is szintén ugyanúgy tudtak rólam mindent. Az egy nagyon jó kis közösség volt. Ott a tulajt is csíptem, bár sokszor összevesztünk Ferivel, meg Feribával. Mindegy, jó volt, jó volt. Emlékszem, volt egy kidobó srác, aki állandóan veszekedett a csajával, és éppen verte kint az utcán a csaját. Mondtam Préznek, Prézli, itt a telefonon, menjél ki, videózzá. Szegény jött vissza törött szemüvegkel, hogy beállt a húzatba, szegény, az kapott egyet, mert hát a vakut nem kapcsoltuk ki rajta, azt mindenki látta, hogy videózik. Szegény jött a törött szemüvegével, fel volt dagadva a szeme, kapott ő is egyet. Ezt a mai napig sajnálom, Prézlik, én még kikaptál miattam. És ráadásul a videó felvétel sem lett meg. Na mindegy. Jaj. Látjátok, még most is mosolycsaj az arcomra az a hely. Hú, mennyi fasság volt ott. Ott építettem meg életem első mélyládáját, valamilyen tervrajzot szereztem, vettem egy Somogyi 50-100 típusú hangszórót, az is egy a Somogyinak egy jól sikerült szériája, és valahonnan találtam egy valamilyen rajzot, hogy annak másfél méter hosszú láda kell, 50 magas, 50 széles, és az alján reflex nyílás. Természetesen olyan szarul szólt, mint az állat, kurva szar volt, és akkor elvittük a helyre, kipróbáltuk, sehogy se akart szólni, raktunk bele szivacsot, se akkor se szólt, fogtam, kicsavaroztam a hátját, és így elkezdtem szépen belefele tolni a mélyládába, addig még el nem kezdett szólni. Hát szerintem úgy kb. A feléig betoltam, és akkor volt 70 centi hátra, és akkor ott fogtam, azt körbe csavaroztam, és akkor a hátulján volt egy nagy rés, viszont kurva jól lehetett használni a színpadnak, így az színpaddá és mélyládává avanzsált együtt. Attól függetlenül, hogy az viszonylag jó szólt, akkor is szarú szólt, szóval így sem volt az igazi. Visszatérve már mélyládára, amikor megvettem az első 30 centis MNC hangszórómat, akkor egyik iskolatársam mondta, hogy ó, én fejből tudom annak mekkora láda-e. 1 méter magas, 1 méter széles, 1 méter mély. Asszem. Meg is építettem fehér bútorlabot, mert az volt a legolcsóbb, gondoljatok bele, egy 1 méter x 1 méter x 1 méteres ládába hogy nézett ki
az az egyetlen szem 30 centis hangszóró. Még három belefért volna. Kurva szarul szólt, fotelkerekeket kellett rászerelni, így rá lehetett könyökölni. Botrány volt, botrányosan szarul szólt az, belebasztam abba is egy piezót, na mindegy. Ez évekkel az előtt volt még most, mint ahol most tartunk. Akkor még lakótelepi lakásban laktunk, és apám segített felvinni, apám anyázott egész végig. Te nem vagy normális, te hülye vagy, ezt ide föl nem hozod, de azért vittük fölfele, tudod. És aztán egyszer, mikor már megépült a két normális hangfalam, ezt is hadd meséljem el, egy szilveszteri buli a lakótelepen, anyáméknak csináltam diszkót, és vittem föl a hangfalakat, meg az erősítőt, meg minden, apám, hát ezt ide be nem hozod, az biztos, hogy hülye vagy, hát ezt ide nem hozod föl. Éjfélkor apám, mi van, ennyit bír, ennyit tud? Tudod, előtte meg, hogy ezt ide be nem hozod. Apám ordított legelőször éjfélkor, mi van, ennyit tud? Szegény végfokon már tojást lehetett sütni. Na mindegy. Igen, itt megismerkedtünk Szegedi Tomival, aztán egy helyre kerültünk. Aztán itt Csabán is együtt nyomtuk abba a Pocok nevezetű helybe, ahova meg Szegedi Tominak a ő általa épített hangfalait vittük el, amiben szintén piezó, magas hangsugázó volt. Egy óra diszkó után úgy fájt a fejed, hogy meg tudtál pusztulni, de akkor az volt, és nagyon örültünk neki. És akkor ment még az öreg halász, viszont a szervízbe bejárt hozzánk egy csávó, aki az itteni Békés Csabai narancsklubnak volt az akkori tulaja. Igen, de ide még nem megyünk ennyire előre, mert még volt közte dobozon a kastély is, amit igazából nem én csináltam, viszont azt hiszem egyszer zenéltem ott, meg Tomival eljárkáltam, és akkor így is tanultam tőle. Igen, és akkor a következő epizódban benne lesz ez a szintlépés, mikor bekerültem drága megyénk központjába, Békés Csabai Narancs Klubba, ahol szintén eltöltöttem azt hiszem 4 évet, és akkor talán onnantól kezdett el felfelé ívelni ez a nem létező karrier, amit ha nevezhetünk karriernek, akkor karrier. Na, a következő részben ez lesz, ebbe az epizódba ennyi fért bele, és most mindjárt fel is hívom Tomit, és megkérdezem, hogy hol ismerkedtünk meg, és a következő részt ezzel fogom kezdeni, mert ez bánt engem. Na, köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, és hogy eljöttetek velem diszkózni. Pont így azt hiszem idő is van, úgyhogy most el is teszlek benneteket, és befáradok a helyre, és akkor nyomunk egy bulit ma Bárány Attillával. Azt hiszem, igen, Bárány jön, meg valami szalagavatós afterparty is lesz. Úgyhogy a mai napra ez lesz. Na, srácok, köszönöm a megtekintést. Azt hiszem most, igen, erre a videóra ennyit. Jók legyetek, sziasztok!